rövidített irodalmi este, magán irodalmi óra akár, és Farkas László Pécsi költönkkel kezdjük a mai estét. Köszönöm szépen! A következő saját versem előtt azért egy kis prózát szeretnék mondani. Ez a vers egy antikitusú üzemvers. Ennek mindkét szakasza úgy néz ki, hogy az ötsoros verszakok első négy szakaszának mindegyike három úgynevezett titufallikus kólombonál, a szakad befejező sora pedig lábos típusú. Spondeuszból, két spondeuszból és egy rétikuszból áll. A második öncsorból álló szakasz tökéletesen ugyanilyen felépítésű. Na most azért nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az ithüfallikus kólon. Az ithüfallikus kólon egy olyan antitípusú ütem, amelyik két trogeuszból és egy spondeuszból áll össze. Akkor most következzék a vers, ami az ókori világ egyik csodáján ként számon tartott Artemis templomról szól. Rajzból tekint rá az egyszer volt Efeszoszi templom. Ha felmegyított, furcsa vízióról ad a hír a látás, megpihent a kőtest, hosszan elfeküdt ő, ágy óriás tartó. Mint varázslatos nő, úgy igéz a látvány, részletes az összkép. Rajz mutatja némán, Artemis csodás szép, oszlopokkal bárkod, kőből épült templomát. Minden oszlop egy törzs, álmak, ám de mozgás rejt az oszlop elmúlt. Sejtetek a mozgás, kőben él a hullám. Látom elfutását. Vízió ez ismét, lassan elszökő kép, dermedőbb a hullám. Vége, volt, de nincs már, múltba hal a csak vélt, Artemis csodás szép, kőből épült templom. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget, hogy én is felolvashatom a saját kis versikémet. Megpróbálom úgy hangsúlyozni, hogy kijöjjön belőle az, amit gondoltam, hogy miért született ez a vers. Azért született, mert barátaim, illetve jó magam is bizonyos súlyos eseteken voltam túl, és ilyenkor szükségszerűen az ember elkezd filozófálni, és akkor valami lesz belőle. Hát ez nem vers abban az értelemben, ahogy előttem elhangzott, mert ez szabadon íródott. Hát fogadjátok is, hogy egyszerűen kijön belőlem, és hallgassátok. A címe az, hogy vers vége. Nem tudom, mi a szeretet, olyan sokan pakolnak vele. Azt kell hinnem, végre üzletté vált szeretet, béke. A szeretet jegyében bántanak másokat, azt hiszük, jobb lesz neki, mert szeretetet adunk magunkból, önmit módon, nagy kielégülésre. Az igazi szeretet nem emberi, más. Máskor jön, és nem veszük észre. Bánt ez a szeretet, azt hisszük egyenlő a mérce. Kifürkészhetetlen szeretőnket érteni nem lehet. Gyógyítni általa, ha bántásnak érzed, földi léteden mind-mind téged szolgál. Tudsz róla, vagy sem életed, örök. Része vagy a nagy mindenségnek, és részeként és örökre táplálva új életet, melyet te alkottál. Fény vagyunk mindnyájan, része az egésznek. A Teremtő tudja, mert ő vesz igénybe. Vesz újból és újból életet teremtve, hisz az élet egy határ cselekvésünk teremt. Időlel életre hívód cselekedete, mit tettél, rajtad múlott.
szabadságot kaptál egy időre. Menekültél a tettek elől, vagy másokat is vittél a jóra? Hittel éltél, vagy csak alkalmas voltál a jól? Kívánnál magadnak kegyelmes, kegyes elmúlás? Mert hit egy gyenge lábakon áll. Aki cselekedik, megítéltetik, és újból szabad lesz örökre most már. Sátán gonosz hatalma véges, hogy van-e egyáltalán kétségben vagy. Teremtője te vagy mindenek fölött, és te döntesz jó és nem jó között. Mit hagyunk hát a rosszból és a jóból? Meddig vársz még Isten, mire rosszból újra jó lesz, ahogy te gondoltad, földi paradicsom, ahol élni érdemes másként, általában. Porból teremtettél, porrá leszünk. Ha te lelked éltet addig, amíg élünk. Ha leáll az élet folyamata, készen versünk mások éltető csillagra lenni, add ezt nekünk méltatlanoknak, kiket alkottál, tiéd maradnak. Küld a sátánt, gonosz, el gondolatainkból, te csak, te vagy nekünk igaz, félelmünk oldódra. Igen. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Itt a Zoligo házban és a rádiók előtt, valamint a számítógépek előtt. Most ha nem bánják, akkor egy személyes jelű versőt szeretnék. Édesanyám augusztus 20-án lenne 73 éves, sajnos nem érhette meg. Így most egy hozzáírott versemmel szeretném köszönteni a mennyben. Gyertyák égnek. Sárkásan hulló levelek közt jár, lábam alatt zizek hult őszi avar. Virágokkal terhes sírok közt állok, hiányotok még jobban versőbe van. Fehér hajú mamák, meséket mondtok, sejjen fényű, simogató szavakkal. Szerető édesanyám, kezed dolgos, lényeg csordoldik telve szívósággal. Bennem ma is élő minden szerettem, fájdalmam nyomja lelkem, mint nehéz kő. Létetek ajándékát nem felejtem, örökségetek a hit és az erő. Halmokon gyertyák égnek, értetek. Szívünkben szeretet fénye egyre nő. Bajusz József vagyok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Csóri Sándortól olvasok fel egy verset, amire én reagáltam egy saját versemmel is. Úgyhogy én a következő körből kimaradok, mert mindjárt felolvasom, ami az én verset. Tehát Csóri Sándor Nagy Gáspárnak. Gáspár, itt van megint az új nap, világosodnak ki a fák, a kertek, és minden boltér megtelik zsivallyal. A kezek aléltak még, mint a nyárvég, turistái, pedig nekik kellene gyorsan kölyel emelnénk a fényt a sorompókat. A szomorú fűz ágait, hogy az aljból is tisztán lássuk Buda megmaradt sóvár tornyait, s az ég alján a tegnap esti holdat. Régen, ha megmoccant egy galagonya ág, már ott volt a szemünk, és láttuk a vérnyomát, s az eltikkolt sírokat is a néma földben. A költészet ilyenkor róla ült velünk, hogy szíveket föllármázzunk. Ma csak az ablavas csörög, Gáspár, az ablavas. Egy ország fekszik előttünk hanyatt a sárban. Dúdolunk neki, mint szent falulosszának, bár nem tudjuk, haldoklik-e vagy csupán részeg. Talán túl jámborak vagyunk mi is, akár egy babakórház ápolói. Rugnunk és káromkodnunk kéne inkább, s villámmal tetoválni ki a koponyákat.
Adni kellene ide újra, vagy egy korbácsos ördög, hogy bezupálhassunk a csapatába, a gombjukunkba lomoncos fehér rózsa. Erre a versre reagáltam én így. Megkésett vélemény nyilvánítás. Csóri Sándor mondja a Nagy Gáspárnak írt versében, adni kellene ide újra. Igen, érre állni, riadót fújva a sárba fektetett országért, mely annyi gyalázatot átélt. Ki mered jelenteni e vadkor egyes verses könyveit lapozva, akik őt támogatták akkor, most azok rakták volna idő előtt koporsóba. Nem is tudnánk róla, hogy járt itt egy új Ady Endre. Nagyon odafigyeltek és figyelnek ma is erre, hogyan lehetett és lehet úgy vagy így ártani a nemzetnek. Persze a szólás és sajtószabadságban, nem úgy, mint az ő korában, ezzel tömték és tömik tele a fejünket, amitől a fejünk évtizedek óta állandóan tiltakozva lüktet. Köszönöm szépen! Királynő vagyok Veronika, és egy saját versemet szeretném felolvasni. Nem tudom miért, de vágyom nagyon, veled legyek éjszakán, nappalon. Nézni csendben, figyelni arcodat, kérni, nem múljon el a pillanat. Várni, legyen az idő partalan, fejem vállalja hagyva a gondtalanat, lelkem lelkeddel egyesülve. Oda kint az utca az ami előre. Jó estét kívánok, Talászné Horváth Mária vagyok. Ma olyan verseket hoztam Hepák Istvántól, amit egy játék keretében 10 megadott szóval kellett megírnia. Az első, ha rád gondolok, bizony elmegy minden kedve. Mert olyan az egész, tüskét kéne szednem, szúrós, nagy hegyér. Mi vénáik attól, pedig tőlem, de aztán nyugodtan alhatok. Megmutatlak már, és ne kezd nekem sírni, és szerelmes levelet egyet se kell írni, ami összekötne, az választ elből. Hát ne várj semmi szépet, szerelmes felőlem. Leszek, aki vagyok, szavak, hús lovagja, s nem válik belőlem, ki esdeplőre fogja. És ha majd álmodban mégis átölellek, egy-két mosolyodért azért nem felelek. De megvehet, ez lesz a találkozás felett. Együtt nyújt a sors, majd én belőlem neked. Ne szomorkodj mégse, hogyha megsimogatsz, azért csöpnyi mosolyjal tudom, szépen fogad. Mert bizony, királynál megértem a sárkányt, hogy egy rablás mögött érez némi ármányt, mivel apád urad nem siette érted, és a lovag sem, kinek kezed ígérted. No, most mi zattad fel, mondd csak hamarjában, hogy a sárkány se tart már többi a karjában. Úgyan bolond beszél, ő már ölel 100-szor, neki azért lehet, egy kicsit hiányzó. Köszönöm szépen! Az első szonettemet olvasnám fel, nem tudom, hogy fog sikerülni. A címe: Mit nyújt? Tudod, mit nyújt a hittel imádkozás? Hisz te vele látsz szívem rejtekébe, s láthatod ott áll reményem szentélye. Ó! Nem lehet a zsoltár csavatkozás, merengek rajtad. Több, mint csodálkozás, mi csillanhatod lelked szögletében, hogy vadon céltem fogjon egészével. El nem engedő, gyöngéd ragaszkodás. Éjszakánként olykor arra ébredek, látom az időt gyors lépten haladni, s a jelenlegek érdől ébredek. Meddig tart a csoda? Elég akarni? Álmomban kőoltárnál tértevelek, s látok kezünket,
Stólán majd akar. Történelem után egy jövőben egy átfogó öregem. Boldog vált, de egy dolgát ültetsen, amivel félzi, és megjátékra a kitalát, mert egy másik hírban csukójánál ezeket az ember botorkált. A hirtelen kiáltásra és a kötélyáltásra megálltani. A titkodódó lovas hátra sem nézett, csak káromkodott, a végségig elkezdődött rok, hirtelen elszállással előreugott, és teljes erejével a ló ágyékába rogott. A szép sürkemény ilyettében kiugrott, majd elrohant. A lovas fejjel előre bukott le a nyelegből, és kábán kapkodott a fegyvereihez. Azt hitte, a fogja támadt rá, az azonban a lógrástól hanyatt esett, és csak jönni tudott, mozdulni nem. Végre elérte a fegyvert, és dühösen húzott felelőtt az összekötődött nyelvből. Mikor biztos volt, hogy eltalálja a nőt, a fogó így tette a lóságot nyilván, de abban a pillanatban elsötétült a világ, és semmi nem van. Ez alatt a ló már vesztett jól, és sehol, semmilyen támpont, épület vagy jóláfa nem ültött tájékozódás. A fegyveres pihenet, mindenre fájt, a feje, válla, lába. Már sötétedett, mikor elég erősnek érezte magát, és elindult. Nem, csak ment, gondolta, csak odaír valahol, aztán meg lesz, ahogy valahol. A bérládikát sajnálta, ami a nyerekhez volt erősítve, tele aranypénzzel. Ezért kellett a másiknak meghalnia. Az a ládika gazdagságot, jó életet jelentett volna. Ment egyre a földet nézte. A sötétség átláthatatlan volt, talán ez is nézett fordult a lába elő, hogy mégis lásson valamit, vagy az ládikát keresték a szemei, az sem tudta. Itt vált, lassan, mintha ott fordulna a sötétség, de nem mutatott napkeltét. Lassú, lopamozású sötét fal felé húztak a tömötten, húzta fölé. Egyszer csak, hogy följebb emeltett nevét, a halvár derengében nem is veszett tőle, valami csomagfélét jött rá. Erre előadódó meg arra, hát ha szerencséje van. Amit kivehette, hogy nyilat, kivehette a verítét. A tegnap lelőtt ember feküdt ott egy kupac mögött gyövetve. Hogy került el ide, ahova egész éjszakai varavarással érkezett, aztán rájött, hogy egész ilyen körbe járt, mert a pusztán eltévedik gyakran. Leült, üres fejjel, fáradtan, bambán elállósodott és elfeküdt. Fényes napsütésre ébredt, felhőtnek nyoma sem volt. A forró tűnő napsugarak ráébresztették, hogy szomjas. Erre hirtelen felült. Épp a halottra nézett és felismerte saját helyzetét, eterhetett kifogta. Ez a lótető, ez az oka, ha most szomjas tök. A gondolatra felugrott. Valahol vigyet kell találnia. Ezt a bocsot meg végre elhagyja. Gondosan megfejtette a pisztolyát, mintha még élne hosszas csérdes után belelőtt a holtérbe. Ezzel, mint aki jól végezte a dolgát, elindult. Alig ment néhány lépés, lódogolás hallott, távoli lódogolás, diadalmas mosolyra lett. Na, itt a menekvés. A lovat megszerzem, és itt se vagyok. Ez, mint a társának mondta volna, hangosan erősítette meg. Előtette a fegyverét, aztán rájött, hogy nincs megtörve. A kését markolázta meg, ügyes kézdobáló volt, így vár. Talán észreveszi, és ide jön. Hanem többről közeledett. Szélesen elszórva jöttek, és már látnak is. Hirtelen csattatta, dobta el a fegyvert, eldobta. A kést is. Volt az ügyes parancs. Nappal szembe kellett nézni, nem vette ki az alakot, de a másik oldalról is bekerítették.
elismerte, pusztán és erdőre fogták le körül. Ülőre csatlant újra meg mellette, megtette. Az ennyi csendőr felfedezte, hallotta, te nőtted le, kérdette a parancsnak. Én ismerte, lemondás volt a szavában, mint akinek már minden, minden, neki vége van. A gyilkos megbelítselti, és gyászlóval megjelölték a hontát. Megvert egyikük az oltatáskánát a tette, elindultak is, előzött a megbelítsel, utána lovasok. Alig mentek néhány percet, fogok vidett ki, majd kapsz a lelőket, győrt a hát. Vissza le, az egyik. Vidénk nincs arra, hogy gyilkosokat igyásnak. Azért bírt ki, amely nem itt használódott a pusztát is. Kemény válaszol, és egyébként. De majd 10 perc múlva kapott egy kortyát. Nem baj, ha a zsivány már eleve ezt mondta. Két óra lassú menet után, fél után a város felé egy fasaport számára odafáltotta. A fasaport egy tenyától volt kérdő. Hogy ezt nem tudálhat meg, most már ilyen paraszkálni valahol, távol ezekkel mondom tarabni. Januska, hogy a kutyák nem ugrottak a tevekre. A szélső fák alatt egy szűrkemény kuslakozott fogoly felismerte a lovat, és fölnyújt, ha itt a ló, itt kell lenni a főt, Lálikának is. Ki is mondta az anyját, a mélyre állt tovább, rájuk se légyen, pusztai járvérőket, a lehetet, úgy válogatták össze, hogy felcsen is legyen erre. Az összecsapásokban nem voltak ritkák, sérülések, ő látta előttel. Kíváncsiasztált el, megnézte a lovat. Észrevette a és enyhe ezetes vízzel lemosta az ágyékát. A ló tűrte, de a fogoly felháborodva mondta, ki hangos megjelent. Hát ezért vezetlen, ezért rajt el, az a személy szétrúgta elég. Szorosan nyújtották a gyilkosában látta. Körbejárták a tanyát, még majd átaláltak a háziakra, halka. Két idős ember és egy 10 éves korban gyereket szinte szitává lőtt. Bizonyítva, hogy az elkövetők iszonyú kegyetlenséget vitték. A három kutyát is lelőtték, és mint dorogunkat ott hagyták azokat is az állatok mellett. Szét is verték a fejüket. A ház teljes feldúlása bizonyította, hogy pénzt aranyat kerestek. Nyilván nem találtak, már levét is, az állatokat minden hajtották. Széles sárga mutatta bellemekbe. Én a kezdetben most ebbe hagyom, hogy a következő alkalommal folytatom. Nagyon érdekes írás, engem itt elég lekötött, elég kegyetlen, ahogy hallgatom, de azért néha-néha elmosolyodtam egy-két dolgot, amikor a lóhoz értünk. Na de mindegy. A lényeg az, hogy kaptunk azért kérést is, és egy Erzsébet nevű hallgatónk a 0620-941-4159-es telefonról kéri a következő verset. József Attila, az árnyékok. Az árnyékok kinyúlanak, a csillagok kigyúlanak, föllobognak a lángok, s megbonthatatlan rendszerint, mint űrben égitest kering a lelkembe irány. Mint tenger reng az éjszaka, nővényi szemben éjszaka folyt a szoruló mellem. Védj ki a mémelenkemet, fogd ki a kéjt, mert is szemed hálója mélyre bennem. A következő vers Faragó Csúdi István emlékére íródott. Ez a virtuóz technikájú gitáros alapítója, és szinte mindvégig tagja volt a valaha létezett Kampolló együttesnek.
Nem szoktam általában saját magam élményeiről beszélni, de én 1969 májusában hallottam egyszer élőben az Kamporó együttes Budapesten a Danubia gyárkultúrhatvanában. Akkor az együttes a következő tagokból állt. Dani Attila, zenekarvezető, aki néha basszusgitáros volt, de többnyire ritmusgitáros. Varga László énekes, aki néha orgonista is volt, de többnyire basszusgitáros. Faragó Zsudi István volt a szólógitáros, és Mercel András volt a dobos. Én mai eszemmel örülök annak, hogy egyszer hallhattam élőben az Kamporó együttest, és mai eszemmel ugyancsak nagyon bánom, hogy csak egyszer. Ezt a verset pár nappal a művész halála után a menye írta. Mikolik Ágnes, Judy. Elnémult kezében a gitár. Immár hangtalan. Zenéje mindig élni fog, így ő hallhatatlan, aki csak ismerte, örökre szívében várta. Így nagy szeretetben élni, ez sok ember álma. Különc volt a szó legnemesebb értelmében. Az egyszerűen szép és igaz volt neki az élet, a rossz utánzatot, a hamisat nem kedvelte, az őszinte dolgokat, érzéseket hirdette. Milliómos volt, kincsei a lelkével laktak. Ezekből örömmel adott, s így is gazdag maradt. Bár jó ideje elvonult saját szigetére. Nem zenélt, de boldog volt, kedve szerint élete. Keveseknek adatik meg, mit ő megkaphatott. Feltétel nélküli szeretetet, minden oldalról. Sosem hagyta magára azokat, kik szeretik. Madarai segédletével épült az égi híd, melynek alappillére maga Faragó Judy, oszlopai hangjegyek, s az út maga a hit. Ha hiszel hát benne, te is végig mehetsz rajta. Amikor fáj a csend, s kell a Judy-féle dallam. A híd sosem lesz zárva, mindig nyitva áll az égen, s Judy égi koncertet ad, gitára a kezében. Köszönöm szépen! Szerzs András, szerelem és karma. Testemből tépett ki a múltban valami idegen, titokzatos erő. Azóta keresve szállok a széllel, talaját a fa, hát ha még belenő valami simító, lágy szellő szerelembe, és harmatot könnyez a hajnali ég. De jó lenne élni kezeddel kezembe, és szemedben látni a kelő napot még. Lelkemből tépett le a múltban valami rossz szél, valami karma, s évszázadok sarkja alól hozott fel újra a szerelem hatalma, hogy újra megsimogathassa a szellő, s a szerelem a lelked. Üdvözlégy hát újra a napvilágon, lélek, áldja meg az Isten gyönyörű szerelmet. Az elég felolvasott két versből, ugye Nagy Káspárról van szó. Tudjuk, hogy ő a rendszerváltozás előtt pár évvel írta azt a verset, hogy a halottakat el kell temetni, a gyilkosokat néven nevezni. Ezután ugye azt az irodalmi folyóiratot, a Tiszatájat letiltották, őt meg ugye hallgatásra ítélték, de pár év múlva bekövetkezett az, amit ő kért, mert a versenynek az első sorai betűit függőlegesen összeolvasva Nagy Imre neve jött ki. Na most 2007-ben halt meg Nagy Gáspár, én akkor szintén írtam egy ilyen búcsúztató verset,
már csak azért is, mert szintén paraszt családból származik, és hazavitték Tilajra, Bér-Baltavárra, Vas megyébe, ugye ott temették el. Búcsú Nagy Gáspártól. Nem csak a gyilkosokat, az árulókat is, minden árulót egészen napjainkig néven kell nevezni, mert addig itt nem történik, nem történhet semmi. Tudom, hogy te is így gondoltad, ennek érdekében forgattad a tollad, s hozzá az erőt, a bátorságot hazulról, parasztok közül hoztad, ahová most megtérsz, ahol a becsület, a tisztesség nem borlad. Köszönöm szépen. Petőfi Sándortól hoztam el, az itthon, az ősz itthon múlva, mert olyan hidegek voltak mostanában, hogy fájszunk. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi jobból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló, levelének vágyneszét. Mosolyogban néz a földre, a szelíd napsugara, mint megalvad a gyermekére, néz, szerető anya. És valóban össze a föld, csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett, majd felöltözik, ha vírad reggel a kikelet. Aludjál hát szép természet. Csak aludjál reggelig, s álmod olyakat, amivel hedd vagyok kedvettelig. Én ujjaim hegyével halkan, lantomat megpendítem, altatódott, gyanánt, zenjél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, míg túlfölött a suttogó szél elvonult. Ha megcsókolsz, ajkamra ajkadat szép lassan tedd. Fölnek elcsük álmából a szent erdő természetet. Akkor következzen egy újabb tisztavaslás Herbát Istvántól. Fürdőkárban ül egy nyuszi, csincsilla, ha még jól látom. Szemüvegben, hátra dőlve, ezt tud élni, barátom. Mancsában egy pezsgős pohár, félig üres, félig tele, attól függ, hogy honnét nézzük, mely a fontos, melyik fele. Öröm árad benne széjjel, ahogy csendben elnyújtózik, egyedül van. S hol a neje? A hárpia hol konzolzik? Mert bizonyám ő nagysága, ha ezt látná, felfortyanna. Úgy, hogy innen őnyúsága egy szobára felpattanna. Nem bírja a hangos szókat, békés lélek urasága, de a helynek van helyette számolatlan furasága. Ma kacs, hogy már nevetséges, kitart minden szava mellett, még akkor is, ha valóra visszahúzni lóhalat. Termed, olykor akkorákat, kicsi hozzá harang tornye, és még meg is valósítná, hogyha pénze hozzá volna. Rémes minden kiszólása, megjegyzése, kedvessége. Attól bárki rögtön érzi, álmodja, itt van minden. Volt már úgy, hogy Csilla uram csomagol és ill a bereg, házassága története, ott lesz vége, úgy lesz kerek. Aztán mégis meggondolta, olyan nai, bizakodó. Átölelte érte párját, hátra szólt, hogy sorakozott. És porontyok, apró szentek előjöttek mosolyogva, míg tűz után vannak füstje, tekeredve, gomolyogva. Köszönöm szépen! Folyik a hűs. Folyik a hűs a helyi terekára, mélyébe reszket a kerti virág, mintha egy őrült rácsot civálna, rossz úton jár az eltévedt virág.
hegyorma kéken a ködred ülnek, tompa fájással fel-fel nyugarít, egy ördögszekér tépetten árván iramodással keresi helyet. Virágnyaramra lehelek langyot, pár ködében eljut-e hozzád, úgy féltelek, hogy neked a fász szíved, csak te örök légy, te illat hozzád. Turva kancsom hersen a fűben, oda megyek, hol emlékek várnak, holnap fénylángol vörös hajadon, s az éjszakában csillagok láttak. Azzal fejezted be, hogy a rabunk az állatokat elhajtották, színes sávot adta belevettek. A parancsnok futárt küldött a parancsnokságra, hogy vigyék el a holtakat, meg a gyilkost. Hadd érezze jól magát az áldozatok. Csíkóval csendült hátrahagyták, hogy várja meg, még idejének. A csapat elindult az állatok csapásán. A hátrahagyó csendőr a foglyot szorosan egy fához kötötte, azzal a kötélet, amivel ő vezette az áldozatát. A ló szerszámát megtalálta az istállóban, hát itt kellene lennie Ládikónak is, amiről a gyilkos beszélt. Már nem adott volna, amikor az árnyékszék itt ő tetődeszkáig között megtalálta. Üresen. Megkérdezte foglyot. Biztos, hogy volt pénz abban a Ládikában? Nem csak képzelted az egészet? Aztán hova vitted volna? Kitől kaptad? Kérdezte iszűzve. A zsivány bizonykodott, hogy nem csak látta, meg is topogatta az agyanyagokat. És honnan vetted? Az a szemét hozta valahonnan, én meg elvettem tőle. Na akkor az is éppen van ebben lehetett, mint te. Nem kár érte. Ahogy érted, se lesz kár. A másik nem válaszolt, ő sem szólt hozzá közben. Még mikor a kötelékei belőlőzésnek is hallgatott. A lovat vette ápolásba. Megitatta, azt elfogadta. De enni nem akart. Megsimogatta a nyakát, hátát, ízelget neki. Elérte, hogy tűrte jelenlétét. Mire odaértek a halott szállító, hagyta magát vezetni is. Még idejelent, mikor felszerszámozta, de jött vele másik ló mellett. Úgy közben megnyugodott. Először hazament, és a lovat ott hagyta, aztán bevonult a kapitányságra. Reggel azt az önutasítást kapta, hogy minden nélkülözhető emberrel menjenek az urostanyára, teljes fegyverzetbe. Ez azt jelentette, hogy lőfegyvereket, számsteréjakat és rofokost is vigyenek magukkal. Csíkovás Kálmán a csávosi tanyáról vette a csovás, a csávos névelőneve, jelentkezett az osztagvezetőnk. Ezután kijelentette, hogy a csoportok helyét kiszisztak. Két oldalról egyenesen jutottak tüzet. A kézre fogadtak két harmadik szabadult felé menekültek, de ott vártak őket Kovács és társai. Megvárták, míg a tanyaiak egészen közel értek, és akkor lőttek. Többen eldőltek előttük, nagy része az egyenaktól találva. Ekkor Csíkovás óvatosan előre húzott. Rendőben is ére, alig néhány méterre lakott az egyik rabló, és azonnal lőtt is. Lövés a csendőr balra kérdését. Gyorsan, míg eleje van, mozolta vissza meg. A menekülő rabló hangtalanul elesett, ő a fájdalomtól elállt, elmegyült, elsötétedett előtt a világ. Mire magához tér, a csét térbe, szakszerű sötét kötésben fejére. Győztünk, kérdezte. A válasz feletette a fájdalmát, mert a győzelemről szólt, arról, hogy az ellenfelek halottak, vagy foglyok. Az életben maradottak, már tudták, mi vár rájuk, megadták magukat. A rablókra, a gyilkosokra részben halálbüntetést adtak ki, így nem folytathatják a mesterségüket. Ez a legfontosabb szempont. Hogyan lett a 20.-21. század egyeket ostromló műszaki fejlettségéből ez a földfelragadt technika? Még a katonáknak is olyan fegyvereik vannak, melyek jó a 10 lövésből egyet célba jutott. Azt is csak néhány lépés. És hatásosabbak a középkor fegyverei, a nyíl, a fokos, és támény a palicja is.
Eszéltem visszamenni a történelembe. Már rég elmúlt, hogy a kőolajt részleteket kifoshatatlanak mindig, de úgy lehetett, tettek, mint ha örökké tartanának. Először a lakosság érezte meg az igazságot. Kezdetben a több órás, félnapos, az egésznapos áramkimaradások jelezték a változást. A városokból az addig gondatlanul élünk kezdtek el szivárogni. Elengedtem ilyen autóval, már sokszor hiányzott bennünk. Aztán egyen éleben csörgött aranyári is, amik vigyes bennünk, lassan elálltak oda a töblőjük, utolsó csöpélyét is. Kocsikat ott hagyja, gyalog indult a világá, nem folytak a vízcsapok sem, nem volt áram, szivattyúzáshoz, ugyanakkor az eldobó csatornákból az utcák fölkeltek farkáliába. Vagy hogy vettek a hátukra és menekültek vidékre, ahol még talán éleltek. Káosz lett nőre a világon. Magyarország sem menekült meg tőle, falvat léte fél, az ég mindenek szállott városiaktól. Fogtak, éheztek, tehettek már. Az utolsó fizetés, amit a gyárak üzemek bezárása előtt kaptak, elolvadt. Papírpénznek különben sem ért semmi. A gyerek meg eddig ilyen jövőzet adtam volna neki. Köszönöm. Bihari Sándor, itt téged írnak a betűk. Ahol éppen nem vagy, mindig hiányzol. Hívlak, mint a papírra a verset önmagamban, és öntudatlan is akár a sejteket a sejtek. Úgy írom, mint csillagot az éjszaka, szeretlek. Ó, ha tovább tudnám azonképp mondani, amit ahogy elkezdenek újra meg újra testet vonalni. Mint kívülem a csontjaimra szabott egyedül lép, belég eszméletembe tapadva végül a hűség, és ha kiállítanak egymagad a sarcsillag alá, nem hagyom, hogy kikezdjen veled a halál. Már eltakarna, ahogy zsúfolódik körül a köd. Felé tolunk az ősz elvételenedő virága bokra közt. A betűkhöz betűket írsz, itt téged írnak a betűk. Most, ahol jársz, ahol állsz, annak idesebb. Ezt a verset tulajdonképpen saját vers, csak kényszerűségből mondom el, vagy olvasom fel pontosabban, mivel hogy az előbb elhangzott, a tőlem elsőnek elhangzott, antik időben értékes kólonversen egy oldalra lett kinyomtatva. Ez is az első sorától az utolsóig antik időben értékes formájú, de a változatosság kedvéért ez lábvers, ez mindvégig lábvers, a tőlem elsőnek elhangzott a lelentétben. Hogy ilyen szól a vers, azt hiszem a tartalmából elég egyértelműen ki fog derülni. Antik időmértékes kérdései és egy pár ugyanolyan formájú válaszom. Biztos, hogy megvolt már a végső lobbanás? Biztos, hogy már csak hangrakás a mágia? Kiszáradó és már-már homokba fúló, apró vízérlet, szépséged áradása? Nem, ilyesmi semmiképpen sem történhet. Téves kapcsolás, félresiklott gondolom, hogy én többé már nem szerethetlek téged, ha egy értelemforgács izzik még bennem. Újra élethet a halódó tűz fénye. Szépséget sem fulladt a romok tengerbe. Ömlik felé útját, nem állja betongán. Rád nézek. Látom, rajta tartja a szemet. Köszönöm. Antal Adrián,
csak egy szó. A szó hatalmas erővel dördül, amikor vad düh vagy félelem kiált. Mennyire lágy és csilingelő akkor, ha mosolygó vidámság hatja el. Szavak keringnek, táncolnak bennem, zenél a szívem, én mégis hallgatok. Mennyei keringőt járnak lelkemben, boba arcú, bájos kis angyalok. Keres, kutat a tudattalattén, kitárva hosszú távú memórián, létezhet-e tökéletes szó arra, amit mondani szeretne a szám. Az érzések sokkal finomabbak, érintésünk is sokkal beszédesebb. Hogy írjam le betűkből kifaragva, hisz a szónál nincsen veszélyesebb. Megérted-e, mit jelent? Szeretlek. Nem riaszt-e majd az egyszerű vallomás? Csak egy szó. De engem nem ereszt el. Miatta nem kell kívüled senki más. Tudnád-e, hogy mindig elengedlek? Elég, ha én már régtől foglyod vagyok. Megtartottál, pedig nem is akartad, hogy szerelmem láncán legyünk rabok. Te beszélj, a haragottól nem félek, amit én írok. Jobb, ha nem olvasok. Engem a szavak úgyis cserben hagynak. Elég, azt az egyet meghallanod. Csóri Sándor, anyám fekete rózsa. Anyámnak fáj a feje, nem iszik feketét. Anyámnak fáj a feje, nem szed be porokat. Szótlanabb sápadsággal fejé meg tehenét, szótlanabb sápadsággal söpröget mosogat. Anyámra durván szólnak, jött-ment idegenek, anyám az ijegységtől dadog és bereked. Sötét kendőjét vonván magányát húznál össze, ne bántsa többé senki, félelmét ne tetőzze. Anyám utakon lépd el, s nem jut el sehova, szegénység csillagától sebes a homloka. Vállára még az orgona virág is úgy szakad, mintha csak teher volna jószagú kárhozat. Nyár van égen és földön, zene szól muzsika, anyám csönd sivatagján el kell pusztulnia, gépek, gyármányok zengnek, csodáktól szélütöttem, de egy se futna hozzá, segítek, ezért jöttem. Anyámnak fáj a feje, anyámnak fáj a semmi, anyám fekete rózsa, nem tud kiszínesedni. Egy éjjel földre roskad, megtört lesz majd kicsi, bejön egy madár érte, s csőrében elviszi. Köszönöm. Maszung József, ha egyszer. Ha egyszer, majd minden csendes lesz, szépséges arcot két kezembe rejtem el. Mélyen nézek csillogó szemedbe neked, ajkad, ha szóra nyílik, csókom lesz pecsétje. Egyszer, ha majd minden csendes lesz, két kezemmel magamhoz ölellek. Érezem magamon minden rezdülésed, gyengéd simuló, odaadó remegésed. Egyszer, ha majd minden csendes lesz, elcsitul a zaj, csak a szél suttog, neszed. Könnyű szerelmi fájdalom magadra öltött, melyet a tavasz adott néked kölcsön. Egyszer, ha majd minden csendes lesz, füledbe súgom, te vagy nekem a legszebb, a végtelen határban, mezőn, zúgol erdőn, minden madár dalában, téged dicsérzeklőn. Akkor egy újabb gyöngyszem Helpák és Pántis szavasvársai közül. Mosolyog a nadrágja, bár mosolya olyan fura, kicsit sunyi, kicsit kénes, olyan csúnya, szelíd, kényes. Ki hisz neki mosolyának, cukros édes szép szavának?
kacagása messze szaladt ibolyakék egek alatt. Jön is sok-sok hódolója, hibatlanul szószólója, azt hirdetik vágyakozva, gyertek közék, szánakozva térjetek meg bűnbánóan, minden tettek megszánóan, álljatok csak táborunkba, üljetek le sátorunkba. Asztalunkon penészvirág, ezt bámulja minden svihák, boszorkák és szemfényvesztők, meghúzók és megeresztők, szódagasztók, kiterjesztők, hiszen minden arra mutat, ők mutatják meg az utat. Vélemények, különbségek, balgák bizony, jaj, szegények, mert még hiszik, számítanak, s másokat is ámítanak. Piros, édes az almájuk, úgy mosolyog fáról rájuk, de ha bizony belehaladsz, inkább éhes, szótlan maradsz, mert az vackor, vad és vásó, gyönyörödet mélyre ásó. Megborzunk az, ha belátod, nem itt van a te barátod. És azt kívánod, szél, valami, vigye messze egy cunami. Világ vége, ez a végzés, mert ez már szellemidézés. Látta ember századokon, minden körből testvér, rokon, hogy lett ártó színes virág, s borult lámpa ez a világ. Köszönöm szépen! Vajdó János 20 év múlva, Csina emlékkönyvére. Mint a bomlan csúcsán a jég, minek nem árt se nap, se szél, csendes szívem többé nem ég, nem vágyja újabb szemmelé. Körültem csillagmilliárd, versenyt kacérkodik el a jog, fejemre szólja sugarát, azért még bőle maradok. De néha csöndes éjszakán, elálmodozva, egyedül, mint múló ifjúság tündért a fa, hattyúi képet fölmerül, és akkor még szívem kigyúl. Mint hosszú téli éjjelen, momlan örök hava, ha túl a fölkerül nap megjelen. A társadalom széthullott, és mindenfelé előzik a rakomra. Mindenki éjjelni akar. Valósira nem tudtak termelni, a traktorok a pajtában rozsásodtak, csúfok hálóhelyére. Akinek joga volt, szántott fel. A csépést is elvégette, a régen felejtett csépadalom. Másnap betöltek hozzá, és szemben láttára hozták ki egy-egy munkáját. Lovasgazdák összefogtak, lóra feltak, és a beszerzett fegyverekkel rátámadtak a csőcselékre, a néhezmény nyomorgó, jelentős városi népre. Azok meg vakcinakkal szálltak fel a szemben, és ahol hozzájuk képes kevés javaslók, el is nyomták őket. Végül több helyiség összefogott, és megalakult az önvédelmi javaslók. A városok mindig mindenben okosos létege, amely útított, még volt, most is értette, véres incidenseket provokált, néhány személyének érdekében. Most nehezebb dolgunk volt, hogy senki sem orvosult, így személyes utasít puszítása, mint a görög világ demagógák üvöltötték világát, a nép igazságát. Ebben a világban azonban senki nem fizetett neki, és fölkapott a vállók, nélkülük is maguk utcák, mentek az események, és a valódi élet halála. Az igazi hatalmasok azonban még mindig reménykedtek abban, hogy rendet tehetnek a világot. A módszert is ismerték, el kell pusztítani a másik birodalmat, mert semmi kétség adat alvilági banda a bűnös, az átmeneti nehézségeké. Elérkezettnek látták az időt a letámadásra. Az eddig fértelőzött üzemanyag kékletek bevetésével megsemmisítik a rivális hatalmat. Óriási kötelékekben fenyegetők morgással úsztak a csodacsatorna repülőjének a levegőjében, és már mögöttük szálló üzemanyag töltők sem tudták csótolni a vizébanyagot, mert sok helyen üresen állították
a hatalmas benyénség, melyik a hadsereg számának állam. A benyén falon halálhordozók pedig mind kiszippantották a híren csordorán a naftát, és a maradék az utolsó lehetséges csapásra indultak, hogy még megsemmisítsék az ellenséget. Senki sem törődött azzal, mit tehetnek azután. Hát legyünk ne? A kötelékek egy lényeg Magyarország felett vonult, és a stratégiák szakos vastagosságra folytást 2-3 ezer kilométerre tiltott. Az ellenséges bázisra a kiürült tankoknak százával hullottak le a vastagba, ahová leestek, városok tűntek el, erdők, elég váltak gondosságra. A pilóták kiugráltak, felasszal elszettek a pénzt. Mire leértek gépeit, a régi forgatók, autóval légyre futott, és ezek a hatfél nyilkor barkával előtte, raboltak szerkezet. Haza akartak menni, hol a hadályok, a biztonságos előtt, még hogy megszerítani, és alig tudták. Elképzelni pedig, reménytelen állam. Apránként mégis elfogytak az éjszakai rajtaütések miatt, melyeket a munkátlan, egyenlódó sajnálkozott lakosság elkeseredettel lépenek hajtottak. Ezután öglettek a hadilék nyomába, és évtizedekig ők tartották rettegében a ritkálakat, körzeteket, hozzájárultak nagy területekkel lehetetlenítés. Valamak népe már egy, aki életben maradt, menekült a városba, ahol a nagyobb tömeg nagyobb védelmet jelentett. Kihalasították a gazdátlan területekbe, akkora földet, amekkora megtudtak művelni, és gazdálkodni kezdtek. Ellátták élelemben a város, az pedig biztonságot nyújtott számukra. Gazdák lovakat biztosítottak, rablók végetartásához később. Még maguk is részt vettek a csendőség munkájába. A városokban mindig akartak írástudók, akik régi könyvekben tanították a folyatalokat, így sokan ismerték az írásszámlálás mesterségét, a régi könyvekben aztán megismerték a régi eseményeket is.